A hatósági döntés ellenére a közösségi médiában szervezve végül mégis megtartották a melegfelvonulást Havannában szombaton. Egy kilométer séta után azonban a rendőrök útjukat állták, dulakodás kezdődött, több felvonulót előállítottak. Az ország történetében ez volt a 12. Pride. Az elfogadásért való felvonulásokat mindig május 17-e, azaz a homofóbia elleni világnap körül tartják. Ez nem politikáról szól, hogy mégis kijöttünk. Azért vagyunk itt, hogy megmutassuk Fidelnek, a forradalomnak és mindenkinek, még akkor is, ha idén hátat fordítottak nekünk, hogy mégis itt vagyunk, mondta egy felvonuló. A Nemzeti Szexuális Nevelési Központ a SZENESZEX egy hete nemzetközi és regionális feszültségekre hivatkozva jelentette be, hogy a rendezvényt nem lehet megtartani. Kubában az 1959-es forradalom után még üldözték a melegeket, ma viszont már tilos hátrányosan megkülönböztetni őket.